katonadalok fesztiválját tartották Zalaapátiban. A 12. alkalommal megrendezett találkozóra ezúttal 22 dal kör érkezett. Bemutatkozásaik mellett katonai járművek és fegyverek kiállítása várta a közönséget. A jó hangulatot idén a Magyar Honvédség Tatai Dandár zenekara alapozta meg. Őket hagyományőrző csoportok és dalkörök követték a színpadon, minden korábbinál nagyobb számban. Most már nagyon messziről is jönnek érdeklődők, akik szeretnének fellépni. 2-300 kilométerről Baja mellől van egy csapat éppen, akik már tegnap elindultak, hogy ide érjenek, úgyhogy hála Isten van rá fogékonyság. A zalavári kulturális és hagyományőrző csoport a kezdetek óta résztvevője a fesztiválnak. Ezúttal zömében második világháborús katonadalokkal készültek. Minden évben más dalcsokorral, most tangóharmonikával jöttünk, eddig a kapellával jöttünk, most jött egy tangóharmonikás is velünk, és ennek nagyon örülünk. Az előadások szüneteiben harci jármű és fegyver bemutatóval várták az érdeklődőket. Volt, aki mindent kipróbált. Egy SMG-t, egy AR-t és két pistolyt. És ott van egy mesterlő és puska még. A 8. harckocsi ezred katonai hagyományőrző egyesület egyik tagja második világháborús német tábori kórházat rendezett be saját gyűjteményéből. Ez egy nagyon kicsi tábori kórház, azért ezeknél sokkal nagyobbak voltak, csak egy kis ízelítőt próbálok adni abból, hogy igazából hogy is nézett ki. Nyilván vannak EU-s ládák, van bent egy telefon, van bent labor egy állvánnyal, ágy, persze a személyes dolgok. A zalaegerszegi hadkiegészítő és toborzó iroda munkatársai pedig egyebek mellett az önkéntes katonai szolgálatot népszerűsítették.